Jó napot kívánok, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai rendes testületi ülésen, ami szokatlan helyen kerül megtartásra. Köszöntöm a képviselőket, köszöntöm a járáshivatal képviselőjét, Andáné Marcsa. Köszöntöm az intézmények vezetőit, a Probiózi ERT igazgatóját, a Füredi polgárokat, a sajtóképviselőt, a televíziót és valamennyi érdeklődőt. És engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem Fenyvesi Zoltán urat, a Tankerületi Központ újonnan kinevezett igazgatóját. Isten hozta. Jó munkát kívánok önnek és kollégáinak, jó? Igazgató. Megállapítom, hogy a 12 fős képviselőtestületből 9 fő jelen van. Az ülés így határozat képes. 10. Távolmaradást jelzett Böröc István és dr. Szalai Gábor urak. Mint mondtam, az ülés határozat képes, azt megnyitom. Az alábbi napi rendeket javaslom tárgyalni, az alábbi módosítással. Harmadik napi rendi pontként javaslom felvenni Balatonfüred város önkormányzat képviselő testületének gépjárműelési kötelezettségéről szóló 3/2012-es önkormányzatrendelet módosítását. 4. napi rendként a Balatonfüred város önkormányzat képviselő testületének hivatali helyiségen kívüli a hivatali munkaidőn túli házasságkötés bejegyzeti eltársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről és többletszolgáltatás ellentételezéséről, valamint az anyakönyvelető részére fizetődői mértékéről szóló 6/2017-es önkormányzatrendelet módosítása című előterjesztést. 11. napi rendi pontként a Balatonfüred városért közalapítvány részére visszatérítendő támogatás nyújtását. 15. napi rendi pontként vagyonátadás a magyar állam részére szennyvízelvezetést, vízellátást, hálózatbővítést érintő projektek kapcsán. És erről nem volt szó, de a Probiózi ERT-nek van egy szokásos folyószámlahitel keret meg hosszabbítására vonatkozó kérelme, szeretném azt is tárgyaltatni. Annak ellenére, hogy előterjesztés ezzel kapcsolatban nem készült. 1-től 18-as napi rendeket nyílt, a 19-től 24-es napi rendeket a zárt ülés keretében javasolnám tárgyalni. Van-e kérdés, vélemény a napi rendekkel kapcsolatban, az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincs, akkor javaslom, hogy az általam közölt módosított napi rendet elfogadni szíveskedjenek, hogy egyetikem készben tartásra szavazzon. Egy hangú döntés, köszönöm szépen. Ismertetem az október 27-e és november 4-i zárt ülésen hozott határozatokat. 319-es számú határozattal pályázati kiírásról döntöttünk a Balatonfüred belterületi 122/5-ös helyi számú ingatlanul megvalósuló konferencia központ üzemeltetésére. 320-as számú határozattal projektek fedezetéről döntöttünk. 321-es számú határozattal Balatonfüred szociális tevékenységét kitüntető díjat adományoztunk Rácz József úr részére. 322-es számú határozattal a 130-as számú határozatot visszavontuk. 323/2022-es határozat a Balatonfüredi tematikus szabadidőparkban létrejövő mesterséges sípálya, hófánkpálya, terepkerékpálya, továbbá rekordtáján gumiborításra eljátott futópálya, illetve a pályázat keretében beszélésre került kerékpárok, sí és snowboard szettek, egyes sporteszközök hasznosítására nyílt pályázat kiírásáról döntöttünk. 324-es számú határozattal módosítottuk a 304-es számú határozatot. 327-es számú határozattal Balatonfüred külterülete 0-54 helyes számú ingatlanon található 4 hektár nagyságú szőlőterület hasznosításában kiírt pályázatot elbíráltuk. 328-as számú határozattal a Balatonfüred belterületi 1538/4-es helyes számú ingatlanon kialakítás kerül ületési hasznosítási tárgyában kiírt pályázatot bírálta el a testület. Előterjesztem a polgármester átadott hatáskörében 2022. október 28-a és 2022. november 23-a időszakban meghozott döntéseit, amit a képviselők részére az ülés előtt kiosztásra került. A napirendek tárgyalása következik. Első napirendi pont. Balatonfüred város önkormányzat képviselő testületének az egyes helyi adókról szóló 54/2012-es önkormányzati rendeletének a felülvizsgálata. A képviselők megkapták az anyag negyedik oldalon található az előterjesztést. Horváth Zsolt urat kérdezem. Itt van, hogy van-e kiegészítése. Köszönöm szépen. A jogi bizottság véleményét kérdezem. Előterjesztés jogi szempontból megfelelőnek találtam. Köszönöm. A Településfejlesztési Bizottság véleményét kérdezem. Bizottságunk a rendelet tervezett elfogadását támogatta. Köszönöm. A Pénzügyi Bizottság véleményét kérdezem. Támogattuk a rendelet tervezett elfogadását. Köszönöm szépen.
Ugye mind 2020-ban, mind 2021-ben bár döntöttünk a helyi adók tekintetében, de gyakorlatilag ezeket a módosításokat, adóemeléseket hatályon kívül kellett helyezni. Most ezek a korlátozások megszűntek, vagy legalábbis azt gondolom, hogy megszűnnek, ezért tesszük most ezt a javaslatot a képviselők elé. Van-e kérdés, vélemény, javaslat? Ha nincs, akkor javaslom, hogy fogadjuk el a rendelet módosítást. Aki ezzel egyetért, kérem készfenntartással szavazzon. Ellene tartózkodik, egyhangú döntés. Gábor, Isten hozott, gyere itt elő, foglalj helyet, jó? Köszönöm. A közterületek használatáról és a használatok rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 35/2015-ös önkormányzati rendelet módosítása. A 16. oldalon található az előterjesztés. Főjegyző urat kérdezem, hogy van-e kiegészítése. A jogi bizottság véleményét kérdezem. A településfejlesztési bizottság véleményét kérdezem. Bizottságunk a rendeletmódosítást a melléklettel együtt támogatja. Köszönöm szépen. A pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Támogattuk a rendelettervezet elfogadása. Köszönöm. Van-e kérdés, vélemény? Aki támogatja, kérem készfenntartással szavazzon. Ellene tartózkodik, egyhangú döntés. Köszönöm. A harmadik napi rendi pont a gépjárműelvezési kötelezettségről szóló 3/2012-es önkormányzati rendelet módosítása, amit utólag vettünk fel a napirendre. A képviselők megkapták, kiküldésre került az előterjesztés. Főjegyző urat kérdezem, hogy van-e kiegészítése. A jogi bizottság véleményét kérdezem. Az előterjesztés jogi szempontból megfelelőnek talált. Köszönöm. A pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Javasoljuk a rendelettervezet elfogadását. Köszönöm. Van-e kérdés, vélemény? Aki támogatja, kérem készfenntartással szavazzon. Egyhangú döntés. Köszönöm. Négyes napi rendi pont. A hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről és többletszolgáltatás ellentételezéséről, valamint az anyakönyvvevő részére fizetendő díj mértékéről szóló 6/2017-es önkormányzati rendelet módosítása következik, amit a képviselők megkaptak, kiküldésre került. Főjegyző urat kérdezem, hogy van-e kiegészítése? Köszönöm, nincsen. Köszönöm. A jogi bizottság véleményét kérdezem. Az előterjesztést jogi szempontból megfelelően találtuk. Köszönöm szépen. A pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Javasoljuk a rendelettervezet elfogadását. Köszönöm. Van-e kérdés, vélemény? Ha nincs, akkor kérem, hogy fogadjuk el a rendelet módosítást. A egyetért, kérem készfenntartással szavazzon. Ellene tartózkodik, egyhangú döntés. Köszönöm szépen. Közmeghallgatás előkészítése, a 28. oldalon található az előterjesztés. Dr. Tárnok Iriát főjegyző urat kérdezem, hogy van-e kiegészítése. A javaslat az, hogy 2022. december 19-én 4 órára a közösségi ház nagytermébe hívjuk össze a közmeghallgatást, és az előterjesztés tartalmazza, hogy Arácson is tartunk tájékoztatót ugyanezen tematikában. A jogi bizottság véleményét kérdezem. Előterjesztés jogi szempontból megfelelőnek találtuk. A településfejlesztési bizottság véleményét kérdezem. Bizottságunk támogatta a határozati javaslatot. Humán erőforrás bizottság véleményét kérdezem. Az előterjesztés határozati javaslatát támogattuk. A pénzügyi bizottság. Támogattuk a határozati javaslatot. Van egy kérdés, vélemény? Aki támogatja a területi javaslatot, kérem készfenntartással szavazzon. Egyhangú döntés. Köszönöm szépen. Igazgatási szünet elrendelése, a 30. oldalon található az előterjesztés. Főjegyző urat kérdezem, hogy van-e kiegészítése. Kivételesen csak azért, hogy itt is elhangozzék a lakosság tájékoztatására, tehát a központi igazgatási szervekhez hasonlóan december 22-től január 6-áig javasoljuk bevezetni az igazgatási szünetet alapvetően energiatakarékossági okokból, illetve hát abból adódóan is, hogy nem nagyon lenne egyébként sem lehetőségünk bármilyen társszervvel együtt működni ebben az időszakban, hiszen mindenhol zárva lesznek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A jogi bizottság véleményét kérdezem. Előterjesztést jogi szempontból megfelelően találtuk. A pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Támogattuk a határozati javaslatok elfogadását. A településfejlesztési bizottság véleményét kérdezem. Támogattuk a határozati javaslatot.
Ahol már előfordul egy bizottságjelent, kérdezem. Az előterjesztés határozati javaslatát támogattuk. Köszönöm szépen, van egy kérdés vélemény. Aki elfogadja a határozati javaslatoként készfenntartással, szavazzon. Ellene tartózkodik, egyhangú döntés, köszönöm szépen. Tájékoztató az első háromnegyed évi gazdálkodásról. A képviselők megkapták a 34. oldalon található előterjesztést. Répási Ildikót kérdezem, hogy van-e kiegészítése. Jó. A jogi bizottság véleményét kérdezem. Terjesztés jogi szempontból megfelelőnek találtuk. Település pénzügyi bizottság véleményét. Bizottságunk a tájékoztatót megismerte. A pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Megismertük a tájékoztatót. Köszönöm. Humán erőforrás bizottság véleményét kérdezem. A tájékoztatót megismertük. Köszönöm. Van egy kérdés, vélemény? Ezt tájékoztató erő külön szabad megismerni. Köszönöm szépen, akkor megismertük a tájékoztatót, jó? Bartók Béla utca 19-es társaság támogatási kérelme. A 72. oldalon található az előterjesztés, amit a képviselők megkaptak. Répási Ildikót kérdezem, hogy van-e kiegészítése. Köszönöm. A jogi bizottság véleményét kérem. A Településfejlesztési Bizottság véleményét kérdezem. Humán Erőforrás Bizottság véleményét kérdezem. Az előterjesztés határozati javaslatát támogatta. A pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Támogatjuk. Egy 3,5 millió forintos felújításához 3 millió forint visszatérítendő, tehát visszatérítendő támogatásra tesz javaslatot az előterjesztés, amit 500 000 forintos egyenlő részletekben 6 év alatt kell visszafizetnie a társaságnak. Van egy kérdés vélemény? Aki támogatja, kérem készfenntartással szavazzon. Ellene tartózkodik, egyhangú döntés. Köszönöm. Támogatás alpolgármesteri keret terhére a 74. oldalon található az előterjesztés. Répási Ildikót kérem, hogy van-e kiegészítése. A jogi bizottság véleményét kérdezem. Az előterjesztés jogi szempontból megfelelőnek találtuk. Köszönöm szépen. A Humán Erőforrás Bizottság véleményét kérdezem. Az előterjesztés határozati javaslatát támogattuk. A pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Támogattuk a határozati javaslatot. Van egy kérdés vélemény? Aki elfogadja a határozati javaslatokat, azt kérem készfenntartással szavazzon. Ellene tartózkodik, egyhangú döntés. Köszönöm. Balatonfüredi Vállalkozásfejlesztő Aliroda működéséhez nyújtott 22-es évi támogatásnak az elszámolása. A nyomtatott anyag 76. oldalán található az előterjesztés. Répási Ildikót kérdem, hogy van-e kiegészítése. Nincs. Jogi bizottság véleményét kérdezem. Az előterjesztés jogi szempontból megfelelőnek találtuk. Humán Erőforrás Bizottság véleményét kérdezem. Az előterjesztés határozati javaslatát támogattuk. Pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Támogattuk a határozati javaslat elfogadását. Köszönöm, van egy kérdés vélemény. Aki támogatja, kérem készfenntartással szavazzon. Ellene tartózkodik, egyhangú döntés. Köszönöm. Balatonfüred Városért Közalapítvány részére visszatérítendő támogatás nyújtása. A képviselők megkapták a napirendi pontot, a bizottságok nem tárgyalták. Kérdezem Répási Ildikót, hogy van-e kiegészítése. Itt gyakorlatilag, bár technikailag nem így tűnik, de az alapítvány részére megelőlegezzük a 2023-as támogatást, hiszen elszámolásból adódóan nem kapták meg azokat a támogatásokat, amik a működésükhöz szükségesek. A jogi bizottság nem te, van egy kérdés vélemény? Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem készfenntartással szavazzon. Ellene tartózkodik, egyhangú döntés. Köszönöm szépen. Balatonfüred 4752-4847 helyszámú közút elnevezése című előterjesztés, amit a képviselők megkaptak, a 82. oldalon található az előterjesztés. Urbán Ildikót kérem, hogy van-e kiegészítése? Nincs. A jogi bizottság véleményét kérdezem. Az előterjesztés jogi szempontból megfelelőnek tartom. A Településfejlesztési Bizottság véleményét kérdezem. Bizottságunk támogatja az Árnyas utca elnevezést. Köszönöm.
A Honvédelmi Forrásbizottság véleményét kérdezem. Bizottságunk szintén javasolja a képviselőtestületnek, hogy a 4752-es és a 4847-es helyőrzi számú közút az Árnyas utca elnevezést kapja. Köszönöm. Nagy Jenő kezdeményezése volt, tudomásom szerint az Árnyas utca. Jó. Van-e kérdés vélemény? Aki támogatja a határozati javaslatot, az kérem készfenntartással szavazzon. Egyhangú döntés. 4633-as helyszámú közterület elnevezése a 86. oldalon található. Dr. Szalai Gábor képviselő úr Bodzavirág utca elnevezését javasolta a területnek. Urbán Ildikót kérdezem, hogy van-e kiegészítés. A jogi bizottság véleményét kérdezem. És jogi szempontból megfelelő megtalálni. Település felelőbbiztosság elnök kérdezem. Bizottságunk támogatja a Bodzavirág elnevezést. Román Előforrás. Bizottságunk javasolja a képviselőtestületnek a 4633-as helyrajzszám közút a Bodzavirág utca elnevezést kapja. Jó. Van-e kérdés vélemény? Aki támogatja, kérem készfenntartással szavazzon. Ellene tartózkodik, egyhangú döntés. Köszönöm. A Balatonfüredi 4811/1, 4811/2, 4811/3 helyszámú ingatlanok belterületbe vonása. A 90. oldalon található az előterjesztés. Bucsánik Szőke Szabolcsot kérdem, hogy van-e kiegészítése. A jogi bizottság véleményét kérdezem. Az előterjesztés jogi szempontból megfelelőnek találtuk. A Település felügyelő bizottság nem mit kérdezem? Bizottság mit támogatta a határozati javaslatot? Köszönöm. A Humán Erőforrás bizottság nem mit kérdezem? Támogattuk a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Ezek az ingatlanok a Csárda utcában találhatóak. Pénzügyi bizottság véleményét kérdezem, bocsánat. Köszönöm szépen. Van-e kérdés, vélemény? Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem készfenntartással szavazzon, ellene tartózkodik, egyhangú döntés. Köszönöm. Vagyonátadás a magyar állam részére. Szennyvízelvezetés, vízellátást és hálózatbővítést érintő projekt kapcsán. Szőke urat kérdezem, hogy van-e kiegészítése. Ezek a közművek gyakorlatilag az aszófői volt hulladék, aszófői úti volt hulladéklerakó telepen megvalósuló iparterületi beruházással kapcsolatban jöttek létre külterületen, és ezeknek az átadására teszünk javaslatot a szolgáltató a DRV ZRT részére. A jogi bizottság véleményét kérdezem. Előterjesztést jogi szempontból megfelelőnek találtuk. Köszönöm, a pénzügyi ügyvédjét kérdezem. Támogattuk a határozati javaslat elfogadását. Van egy kérdés, vélemény? Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem készfenntartással szavazzon. Egyhangú döntés. Köszönöm szépen. Füred Handball Kft. Működési támogatás kérelme. A képviselők megkapták a nyomtatott anyag 96. oldalán található előterjesztést. Gyakorlatilag erről az összegről már döntés született a sportszervezetek támogatása kapcsán, de mivel a Magyar Kézilabda Szövetség döntésének megfelelően gazdasági társaság alapítása szükséges, ezért javaslatot teszünk az egyesület helyett a gazdasági társaság részére történő forrás átadásra. A jogi bizottság véleményét kérdezem. A jogi bizottság az előterjesztés jogi szempontból megfelelőnek talált. A Humán Erőforrás Bizottság véleményét kérdezem. Nem tárgyaltuk az előterjesztést. Nem. Pénzügyi bizottság tárgyalta? Igen, támogatjuk a terjesztést. Van-e kérdés, vélemény? Aki támogatja, javaslatot kérem készfenntartással szavazzon, ellene tartózkodik, egyhangú döntés. Köszönöm szépen. A 2022. évi 7. közbeszerzési terv módosítása. A 100. oldalon található az előterjesztés. A közbeszerzési terv módosítására Balatonfüred, Tölgyfű utca és környezete, valamint a Vasvirág utca közművésítése kapcsán kerül sor. Két terület közművesítéséről van szó, amit a lakosság vár.
alapvetően ennek a forrását lakossági hozzájárulásokból szeretnénk finanszírozni. Mind a két területen azt az ígéretet tettük, hogy a terveket az önkormányzat elkészíteti. Az ivóvíz-szennyvíz ellátás tekintetében lefolytatjuk a szükséges eljárásokat, és a beérkezett ajánlatoknak megfelelően fogjuk tájékoztatni az ingatlan tulajdonosokat, akár a Töltyfa utca és környezetében, akár a Vasvirág utca környezetében, hogy milyen egységre eső támogatást kell befizetniük, vagy hozzájárulást kell befizetniük. Azzal, hogy a Töltyfa utca és környezete tekintetében a beltelte vonás kapcsán megállapodást kötöttünk valamennyi ingatlan tulajdonossal, hogy a közmegsítés költségeit milyen módon és milyen arányban fogjuk biztosítani és finanszírozni. A jogi bizottság véleményét kérdezem. Terjesztés jogi szempontból megfelelőnek találtam. A pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Támogatjuk a határozati javaslat elfogadását. Köszönöm. Van-e kérdés vélemény? Aki támogatja, készfenntartással szavazzon, ellene tartózkodik, egyhangú döntés. Köszönöm szépen. 18. napi rendi pontként a Probio ZRT rövid lejáratú hitelkeretének a meghosszabbítására teszek javaslatot. A folyószámlahitel futamideje január 1-től december 31-ig tartana. A keretre 130 millió forint folyószámlahitelkeret biztosítását javasolja a Probio ZRT igazgatósága. Kérem, hogy 2023-ra ezt a folyószámlahitelkeretet biztosítsa a Probio ZRT részére a testület. Ez éven belüli hitel, tehát külön kormányzati döntésre erre szükség nincsen. Van-e kérdés vélemény? Bizottságok nem tárgyalták. Van-e kérdés vélemény? Aki támogatja, kérem készfenntartással szavazzon. Egyhangú döntés. Köszönöm szépen. Bejelentések, interpellációk következnek. Köszönöm szépen. Angika? Köszönöm, nincs. Köszönöm. Nagy úrnak adom meg a szót. Jézus Mária, azért szólok kétszor. A mostani nehéz gazdasági helyzetben egy kicsit, úgy gondolom, hogy kicsit át kellene gondolnunk a szigorú településképi hozzáállásunkat a napelemügybe. Nem azt mondom, hogy engedjük fünekfának, de egy csomó ember nem szórakozásból szeretne így takarékoskodni. Volt olyan megjegyzés, aki azt mondta, hogy akinek szüksége van arra, vagy annak meg nincs rá pénze, de hát azért nem egészen így van. Én sem vagyok ki annak, hogy szép épületeket elcsupítsunk ilyen napelemekkel, itt környezetünkben is van gyönyörű épület, ami tele van és nem odavaló. Csak azért illő tisztelettel kérdezem, hogy bizonyos határesetekben nem lehetne kivételt tenni. Konkrétan is tudok egy példát, a Bőrösz képviselő úr területe, ő volt is ott, biztatta az ottaniakat, láttak egy kérelmet Tamás Áron utcában. 19. Ők szerettek volna napelemet, de hát el lett utasítva, hogy az utcáról látszik. Szerintük maximum a keresztről látszik az utcáról, nem nagyon tisztelettel kérdezem, nem lehetne esetleg egy ismételt eljárásban egy méltányosságot gyakorolni. A lakók kérik. Köszönöm szépen. Köszönöm. Takács úr, akarom meg azt, hogy dr. Szalai úr. Köszönöm szépen. Egy bejelentés, nagyon fontos, szerintem át kell néznünk az egész településképi rendeletünket, hogy milyen módon lehet ezt kezelni. Szerintem vannak nagyon értékes ingatlanok, amire semmilyen módon nem terjedhet ki. Tehát olyan helyi védett és műemléki védelem, vagy műemléki jelentőségi területen lévő területek, ahol nagyon-nagyon aggályos ez a történet. Egyébként azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben nem akadályozható meg az, hogy napelemet helyezzenek ki az emberek a saját házukra, ingatlanjukra, a saját tetőjükre. Erre egyébként a településképi rendelet lehetőséget is biztosít. Alapvetően a Tamási Áron utca 19-et is fölülvizsgáljuk, tehát konkrétan. Oda én legutoljára tudomásom szerint azt kértem, hogy egy konkrét telepítési terv kerüljön beadásra. Azt nem tudjuk kezelni, amikor valaki mindenfajta településképi bejelentés nélkül helyezi fel
ahogy esik, úgy puffan a napelemet. Tehát, a szabályozásunk nem akarja megakadályozni a napelemek föltételét, egyet kérünk, egyeztessünk. Tehát a konkrét szabályokat tartsák be, és meghatározott módon és formába kerüljön kihelyezésre. Tehát valamilyen építészeti szimetria, vagy bármilyen módon tudjon megjelölni. Tehát ne az legyen a cél, hogy milyen módon tudok minél több napelemet bezsúfolni, hanem lehetőleg azt a kompromisszumot tudjuk kezelni, ami valamilyen módon a településképet is védeni tudja. Hangsúlyozom, vannak területek, ahol látható módon biztos nem kerülhet föl. Ilyen a helyi védett terület, nagyon értékes részeink, Arácsi Városközpont, műemléki jelentőségű területek, műemlékek, helyi védett épületeknek a bizonyos része, hangsúlyozom a látható részek kapcsán, de a város többi területén, ami azért a város területének a nagyon nagy része, nem lehet és nem is akarja a szabályozás megakadályozni a napelemeknek a napkollektoroknak a fölhelyezését. Egy dolgot kérünk, szeretnénk egyeztetni e tekintetben előre. Tehát önmagában az, hogy az EON-tól engedélyük van, az még nem ad arra lehetőséget meg alkalmat, hogy ezt fölhelyezzék. Egyeztetni szeretnénk. Köszönöm szépen, jó? Akkor a mai nyílt ülést én berekeztem, jó? És mindenkitől elbúcsúzom, aki részt vett, és pár perc technikai szünet után az átüléssel folytatjuk a munkánkat. Köszönöm szépen!